Üdvözlök mindenkit ismét a konyhánkban! A helyzet az, hogy most meg sem próbálok összefüggést találni a mai könyvünk, illetve a sütemények között. Egyszerűen csak szeretnék minél több mindent egyszerre letudni, úgyhogy remélem azért így is jó lesz. Egyébként ma nem muffinokat fogunk csinálni, hanem egy úgynevezett barackmag nevű süteményt. Ha jól számoltam, ez a videó olyan 15-e környékén kerül föl, ma pedig másodika van, vagyis holnap lesz anyák napja. Megkértem édesanyámnak, hogy megpróbálom ismét elkészíteni neki ezt a süteményt, mert nagyon-nagyon régen egyszer sikerült, és nagyon rég alatt én azt értem, hogy évekkel ezelőtt. És amikor legutóbb próbálkoztam ezzel, akkor igen csúnyán odaégett a sütemény, úgyhogy reméljük a legjobbakat. Hát, ha ti egy kicsit szerencsét hoztok, és most nem ég oda az egész dolog. Imádkozzunk, tényleg úristen. Egyébként ma a Feliok című sorozatról fogunk beszélni. Ez múlt héten került elő, mikor azt a kitalálós játékot játszottuk, az egyik könyv a Feliok volt. Úgy gondoltam, hogy esetleg ez a könyv több mindenkinek tetszhetne, illetve valószínűleg nagyon sokan ismeritek már, hiszen ez egy elég régi könyv, de azért most beszélgessünk most róla egy kicsit. Úgyhogy kezdjünk is bele a videónkba, illetve kezdjük bele a sütemény összeállításába is. Egyébként a receptet ismét Pinterestről loptam, mint mindig. A linket lent hagyom majd a leírásban, oké? Kiírtam magamnak egy ilyen cöki kis rózsaszín papírra, mert miért ne? És azért az, hogy lefeleztem a receptet, mert elég sok minden kellett hozzá, abban a szempontból, hogy tényleg nagy adagokra készültek abban a receptben. De mivel én csak édesanyámnak készítem, az ő legnagyobb problémájára én tényleg lefeleztem az adagot, úgyhogy most megint az lesz szerintem, hogy csak dobálni fogok bele egy idő után a dolgot, hogy legyen valami. Szóval, a Feliok főszereplője egy tündér, akinek az a neve, ha boldog leszek, felismeredne, elmondom úgy neked. Igen, ez a teljes neve. A történet szerint azért van ilyen hosszú neve a tündérkének, mert a tündéreknek, hogyha kimondod a teljes nevét, akkor az kötelezi őket arra, hogy azt csinálják, amit te akarsz. Szóval, hogyha most kiadom neked azt, hogy menj el és olvasd el az értelmező kézi szótárat, és kimondom a tündér teljes nevét, akkor neki ki kell olvasni azt az értelmező kézi szótárat. Viszont a legtöbb esetben csak Felinek rövidítik. Őt Lala Tomillila boszorkány rendeli magához, hogy vigyázzon az unokahogaira. A történet szerint Feli már a kislányok születésekor is ott volt a házban, mert a boszorkánynak nagyon fontos az, hogy olyan tündér vigyázzon a lányokra, aki látta őket megszületni. Elvileg ebben a történetben a varázslat úgy működik, hogy csak a nagynéni vagy nagybácsi örökítheti a gyermekre a varázs erejét, illetve ikrek nem kaphatják meg az erőt. Ez kicsit problémás, tekintetben véve, hogy a főszereplő lányaink ikrek, 12 óra különbséggel. Először megszületett Perinka, október 31-én 0 óra 1 perckor. Hát tulajdonképpen éjfélkor, ha azt tesszük. A húga pedig 12 órával később délben született. Ez azért fontos, mert a két lány rettenetesen különböző. Szóval ők úgy vannak, hogy van Lilia egyfajta fény, szerűség. Ő nagyon szerető, ő nagyon érzelmes, ő tényleg egyfajta fény kettőjük között. Perinka pedig az ijesztőbb dolgokat szereti, szóval ő egy fogoltart házi állatként, sötét ruhákat szeret, és inkább fiú sem viselkedik, mint sem úgymond lányos és elegáns lenne, mint a testvére. Ez pedig a varázs erejükben is megmutatkozik, ugyanis Perinka a sötétség boszorkánya lesz, Vanília pedig a fény boszorkánya. Egyébként mielőtt a neveken meglepődnétek, ez azért van így elvileg, mert a boszorkányok csak virágnévvel rendelkeznek. Ez pedig csak akkor lehet, hogyha az ember boszorkány a kis falujukban. Egyébként Feliok egy kis falu zöld lapályvölgyben, ami a nagy tölgy köré települt le, ami egy beszélőfa. Egyébként nagyon nagy arc az a fa, én nagyon-nagyon kedveltem a történet során, nagyon vicces. Fleskálkodjuk, és várja, hogy egyetlen valami haszna legyen. Úgyhogy szerintem ezt mindannyian átéreztük már egyszer-kétszer. Nos, történetünk szerint a lányok 10 évesek, amikor elindul egy támadás a falujuk ellen a rettenetes 21-től. A rettenetes 21 egyfajta... hát... ellenség,
És ennél jobb szöveget nem is tudok rá kitalálni, mert igazából itt meg is áll a letterenezés 21 leírása. Ezért az, hogy a Feriók az egy gyerekkönyv. Ez egy mese, amit esetleg esténként lehet olvasni egy gyereknek, vagy amit egy kisebb gyerek szívesen elolvas, mikor tanul olvasni. És emiatt szerintem egyáltalán nem fektette bele nagy erőt, hogy ténylegesen ijesztő legyen az ellenség. Ki van mondva, hogy ő az ellenség, ki van mondva, hogy ő rossz dolgokat csinál, de itt megáll a dolog. Nincs benne semmi olyasmi, ami esetleg úgy ténylegesen terrort, meg pánikot ébresztene az emberben. Ez gyerekeknél esetleg jó dolog lehet, mert hát nem ijeszti meg őket annyira, hogy ne tudjanak aludni, vagy hogy ténylegesen traumatizálja őket. Viszont felnőttként olvasva eléggé, hát hogy is mondjam, ténylegesen gyerekesnek hatott a történet. Szóval én ezt a könyvet szó szerint rongyosan olvastam korábban, mert én is elsős, másodikos, harmadikos koromban olvastam ezeket a történeteket, és akkor így teljes mértékig magával ragadott a dolog. Akkor nem érdekelt az, hogy ténylegesen ki legyen dolgozva a gonosz karaktere, nem érdekelt az, hogy ténylegesen értsem a gonosznak a motivációját, vagy hogy lássam benne azt, hogy ő miért lett gonosz. Akkoriban ezzel még ugyan elfoglalkoztam, és szerintem ezzel nagyon sokan így vagytok. Most azonban, hogy újraolvastam ezt a történetet közvetlen a videó után, hogy ebben a videóban úgymond ténylegesen részletesen tudjak nektek beszélni róla, eléggé gyerekes volt. Szóval maga a történet is gyerekeknek szólóan van leírva, úgy van megfogalmazza, mint egy népmese szerintem. Úgyhogy erről ennyit. Szóval a rettenetes 21 megindítja támadását, és egyre inkább kiválik az, hogy mi a különbség a két lány között. Nekem egyébként kettőjük közül mindig is Vanília volt a kedvencem, mert gyerekként is. Ez azért van, mert én sokkal inkább voltam olyan, mint ő. Szóval ez a... Hát akkor ne szegjük meg a szabályokat. Én már attól bőgtem, hogyha valaki vezetlenül rosszabbul rám szólt. Úgyhogy én Vaníliával sokkal inkább egyet tudtam érteni. Esetleg, ha ti olvastátok a könyveket, akkor írjátok meg, hogy az ikrek közül ki volt a kedvencetek, melyik őjükre hasonlítotok inkább. Illetve, hogy esetleg ki volt a kedvenc szereplőtök. Nekem például volt egy barátnőm, mert annak idején általános iskolában, amikor ezeket olvastam, akkor hát cserélgettük a könyveket egymást. Ha valami valakinek tetszett, akkor rögtön azt mondom, az egész osztálylány csapata végigment. Úgyhogy igen. Volt egy lány például, akinek Shirley volt a kedvence. Shirley egyébként az egyik mellékszereplő, nagyon kedves kislány. Van egy egér a vállán, aki folyamatosan nyújtogatja a nyelvét, és ő ezzel jelzi előre, hogy veszély van a világban. Vagy őszintén szóval ez a könyv elsősorban ugye a testvérekről szól. Arról szól, hogy milyen kötelék köti össze a családot, a testvéreket, mennyi mindent megtesz egy szorosan összekapcsolódó közösség a tagjaiért. Ez pedig szerintem nagyon szép és nagyon fontos, főleg azoknak, akik igazából ennek a történetnek a célcsoportja. Tényleg elsősorban gyerekeknek írták, szóval ha mit tudom én, egy történetet kerestek, amit éppen felolvasnátok a gyermeketeknek esténként. És már elég idősök ahhoz, hogy ne kelljen az, hogy mindenképp elkezdődjön és véget érjen a történet azon az estén, akkor ezt nagyon tudom ajánlani. Nagyon magával ragadó kis történet, nagyon szerethetőek a karakterek, és tényleg nincs benne semmi olyan ijesztő dolog, ami miért esetleg a gyerek rosszat álmodna, vagy talán traumatizálna egy életre. Felnőtteknek is nagyon tudom ajánlani, ha szeretitek a meséket, és nem zavar a gyerekes nyelvezet. Mert tényleg olyan szófordulatok vannak benne néha, amit maximum egy 4 éves használ. És nagyon-nagyon gyermekbarát, szóval nagyon könnyedén érthető a dolog. Viszont hát nem olyan, mint amit mondjuk egy felnőtt elvárna. Szóval nincsen benne az, hogy karakterek, motivációi, nincsenek olyan nagyon durán kidolgozva az emberek háttértörténetei meg ilyenek. Persze van szó egy kicsi a harmadik, második kötetben arról, hogy milyen is a történelme a világnak, de az alapokon kívül nem nagyon van lefektetve az ilyesmi. Úgyhogy tényleg, ha szeretitek az ilyen történeteket, és szeretitek azt, hogy egy pihentető olvasmány, nem kell sokat gondolkodni rajta, és nagyon kis kedves nyelvezete és története van, akkor hajrá! Nyugodtan ez nektek való lesz. Egyébként most így nekiálltam összeállítani a süteményt, és ezért az, hogy mint mondtam, ebben nagyon sok ízé kell majd pihentetés, szóval ezt a tésztát is majd most 2 órán keresztül kell pihentetni, aztán
meg kell várni, amíg ez megsült, ahhoz, hogy elkezdhessem a krémet, mert a krémbe kell a megsült kikapart kekszeknek a belseje is. Azt a spihentekünk kell, úgyhogy nem lesz egyszerű, mit nem mondjak. És a dolog az lesz, hogy szerintem akkor egy másik könyvről fogok beszélni, mikor éppen meggyúrom ezt a tésztát. Aztán ki tudja, mert most nem szeretnék veletek megint olyan részletességgel beszélni a Feriókról, mint annak idején a Percy Jacksonról. Ez azért van, mert megvallom őszintén, engem ez a történet most már nem érintett meg annyira mélyen, mint annak idején. Ez azért van, mert... mint mondtam, ez nem az a történet, ami így elgondolkodtatja az embert. Szóval mindenkiben megtalálja szerintem azt a gyerekkori énjét, ami szerette a meséket. Ami magával ragadja az embert, amikor nem akar semmi ijesztőt, csak pihenni egy kicsit. Viszont ez már nem az a dolog, ami úgy Isten igazából elragad, magával visz, és nem enged el egy jó darabig. Nekem a Percy Jackson az egy ilyen történet volt. De ez csak az én véleményem szokás szerint. Egyébként, ami nekem nagyon-nagyon szimpatikus, meg amit én nagyon-nagyon szeretem ebben a történetben a mai napig is, az az, hogy tele van rajzokkal. Általánosságban véve én nem vagyok az a fajta ember, aki nagyon szereti a rajzokat a könyvben, mert hát lássuk be, kicsit megragasztja a fantáziát. Ez olyan, hogy ami miatt a filmeket sokan nem szeretik adaptációként. Mert ugye beskatujázza az, hogy képzeljük el a szereplőket, hogy jelennek meg nekünk a különböző karakterek, a lényeknek hasonlók. A Feriók ugye viszont egy gyerekkönyv, és a gyerekek szeretik a kétes könyveket, legalábbis az én tudtam szerint. Úgyhogy igen, nagyon-nagyon szépek benne a rajzok, szerintem nagyon-nagyon kedvesek, és mindegyik könyvnek, legalábbis az első három kötetben van benne két darab színes kis csomagocska, amiben ki vannak színezve a képek, és tényleg nagyon-nagyon szépek. Szóval azért mondom, hogy csak az első három kötetben van az, hogy két ilyen csomagocska jelenik meg a történetekben. Mert az alapvető trilógia után, ami az első három kötetet magába foglalja, még megjelent négy darab kiegészítő kötet. Ez a négy darab kiegészítő kötet a mellékkarakterekre fókuszál, őket ismerhetjük meg jobban, és hát olyan történeteket foglal magába, ami egyáltalán nem illik a főszálhoz. Ezek nagyon-nagyon aranyosak, tényleg egyszer-egyszerre lehet őket olvasni, ezeket főként azoknak ajánlom, akik nem tudják elengedni a Feriók világát. Ezekben a történetekben csak egy-egy ilyen csomagocska van a könyv közepén, viszont ezek is nagyon-nagyon szépek, ezek megtartották az eredetinek a stílusát, illetve ha jól emlékszem, akkor még ezekben is előfordul az, hogy láttunk a történetbe beleszúrva a szövegben egy-egy ilyen kiszínezetlen rajzot. Én amikor annak idején ezeket olvastam gyerekként, akkor megpróbáltam kiszínezni őket azonban, hát így utólag visszanézve elég hülyén néznek ki. Na hát lássuk be, másodikusan nem az érdekli az embert, hogy milyen minőségűen színezik ki, csak az, hogy kiszínezheti. Úgyhogy igen. De ez csak az én véleményem. Ismételten nagyon-nagyon szeretem benne ezeket a rajzokat, tényleg rettentesen szépek. És hát őszintén szóval szerintem, hogy ennyiben össze lehet foglalni a történetet. Tényleg rongyosra olvastam ezeket a könyveket, nagyon durván. Most az, amit visszaolvastam, tényleg csak ez a kellemes, nosztalgikus érzés keltette bennem, és így ennyi volt az egész. Úgyhogy ez nem ragadott olyan szinten magával, mint a Percy Jackson sorozat. Egyébként, ha ti olvastátok, akkor írjátok meg a kommentek közötti, mit szóltatok hozzá, hogy álltok hozzá a mai napig, ha esetleg gyerekként olvastátok. Vagy hogyha most felnőttként kedvet kaptatok hozzá, akkor mit gondoltatok róla? Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, a következő videóban még a süteménnyel fogunk foglalkozni, ez alkalommal viszont már az idősebb korosztálynak fogok hozni egy könyvet. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, remélem legközelebb is találkozunk. Sziasztok!